A Magyar Írószövetség Válaszmánya 2017-ben kezdeményezte a Magyar Szép Róza Napját, amit 2018-tól Jókai Mór születésnapján február 18-án minden évben megtartanak. Az országos rendezvénysorozathoz természetesen Székesfehérvár egyik legjelentősebb irodalommal foglalkozó szervezete, a Vörös Marti Társaság is csatlakozott, és 4 nappal a hivatalos dátum után, csütörtökön délután egy zenés irodalmi estet tartottak a Városháza dísztermében. A Vörös Marti Társaság az első pillanattól kezdve részese ennek a rendezvénysorozatnak, sőt, hát azt mondhatom nagy büszkeséggel, hogy az egyik legelismertebb rendezvénysorozat a miénk az országban, úgyhogy hát nagy lelkesedéssel is izgatottan készültünk. Az eseményen a város képviseletében Lerner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere is tiszteletét tette, aki hangsúlyozta, az ilyen és ehhez hasonló kulturális rendezvényekhez mindig örömmel biztosít helyszínt a város. Ünnepelni jöttünk össze a Magyar Szép Próza Napját, ugye művészetet, szép irodalmat, ezen belül a Magyar Szép Próza Napját, és a másik pedig, hogy Jókai Mór születésnapjához kapcsolhatjuk. 1825. február 18-án született Jókai Mór 199 évvel ezelőtt. Szerintem ez lehet, hogy majd a Jókai 200-nak is lehet majd egy jó felvezetője. Lőrinc Gabriella, a Magyar Írószövetség elnökségi tagja ünnepi beszédében kiemelte, amíg együtt ünnepelhetnek a pályatársak a Kárpát-medencében, addig van magyar irodalom. A rendezvény a Hangelika kamarakórus fellépésével indult, majd az este további részében a Vörös Marti Társaság prózaíró tagjai adták elő műveiket.